A mi biztonságunk érdekében a szövetség vezető politikusai lemondták a mai megemlékezést. A mai megemlékezés tehát elmarad. A forgalom is megindul. Tüntetés helyett kiszállították a forgalmat. Tehát azért jöttünk ide mi is, hogy elvészik az, hogy nem jó számunkból, de ez az egyetlenbölcsönlődés szerint. Mindenki a saját felelősségére átjött ide a Petőfi szoborhoz. Megjött a szél, amit nem vártunk. Na, jönnek sokan. Magyarországon másképpen arról beszél csak, hogy minden tökéletes, mi nem így gondoljuk. Tisztelt hölgyeim és uraim! A lakály médiájuk nem kérdezi Orbán Viktort arról, hogy mi történt ebben az országban, mit rontottak el, hogy miért felelős. A valódi média meg nem tudja kérdezni, mert nem hagyják. Ezért tisztelt hölgyeim és uraim, nincs más esély, nincs más lehetőség, mint hogy mi szembesítsük Orbán Viktort azzal, hogy mit tett ebben az országban, és hogy mit kellene másképpen csinálni. Ezért talán ez a legjobb alkalom egy ilyen spontán összejövetel, hogy bejelentsem azt, hogy kihívom Orbán Viktor egy személyes. Beszéljük meg az ország dolgait, az ország problémáit, hogy mi hogyan látjuk ezt az országot. Hogy az emberek hogyan látják azt az országot, amiről Orbán Viktor itt az imént is beszélt, mert nem tudják, nem tudom, tudják-e, már nem az alkotmányt akarja csak átírni, hanem már a nemzeti dalt is át akarja írni, abból is bele akar írni a rezsicsökkentést. De nem csak én fogom kihívni Orbán Viktort, hogy április 5-én mindenki összegezze a tapasztalatait, az országjáró körútjának a tapasztalatait, hanem minden egyes jelölt, mind a 106 körzetben ki fogja hívni a fideszeseket, hogy vitassák meg annak a körzetnek a problémáit. Mindenki más láthassa azt, hogy mi mit gondolunk ennek az országnak, ennek a nemzetnek a jövőjéről, és hogy ő mit gondol. Tisztelt hölgyeim és uraim, aki nem akar félni,
annak rányunk vízvízeket elvették. Olyan nemzetet akarunk. Miért nem mondja a magam én? Én egy olyan miniszterelnöke akarok tenni ennek az országnak, amely félelem nélküli, megosztottság nélküli. Győzni fogunk! Ezért kell elmenni, ezért történelmi ez a mostani választás, és ezért kell mindannyiunknak ott lenni, mert megvan a kormányváltó erő, ezt politikai cselekvéssel kell formálni. Április 6-án együtt, közösen leváltjuk Orbán rendszerét, új korszakot nyitunk, és felépítjük az igazságos magyar köztársaságot. Demonstráció keretében, és nagyon remélem, hogy április 5-én pedig Orbán nem lesz gyáva, és eljön vitatkozni. Köszönöm szépen! Kíváncsi vagyok! Kíváncsi vagyok! Ne válaszolj! Nem, Jobbátom vele. Hát akkor menjünk szerintem, és akkor majd még egyszer meg is vételjük. Kormányváltás. Menjünk Még a végén összehoznak azt. Mert ebből nem lesz semmi. Most hagytuk el.